Jó estét, sziasztok! Ez az Én vagyok te, az M2 Petőfi TV zenés show-ja az A38 hajóról. A műsor, amiben ismert magyar zenészek alakítják át egymás slágereit saját stílusuk szerint. Én is köszöntök mindenkit, ma egy igazán kreatív este elé nézünk. Hamarosan itt lesz velünk zenekarával Nem az a lány, Bari Laci, és érkezik a The Sharons is. Na de előbb adjunk nekik feladatot, Marci, kérlek húzz egyet. Az első. Nem az a lány, feat. Sophie. Üres szívek című száma, egy érzelmes dal, legyen ez a Sharonzé. Oké, jöjjön a következő. Ez nem más, mint a The Sharons Fekete Valcer című száma. Küldjük keringőzni Bari Lacit. Reméljük, hogy nem lesz problémája a tánccal. A kezemben pedig Bari Laci Féltelek című dala maradt. Kizárásos alapon ezt küldjük Nem az a lánynak. Lássuk is, hogy mit szóltak az erészek mindehez. Bari Laci, Féltelek. Bari Lacit azt vágom. De a Féltelek című számát azt nem. Mert én látom rajtad, hogyha fázol, és nekem is fáj, hogyha sírsz. Lehet már nem vagyok ott veled, de meg kell végre értened, hogy Féltelek. Féltelek egy szerelmes dal igazából. Két emberről szól, akik már nincsenek együtt, de mégis ott maradt egy ilyen árnyékként egy bizonyos féltés érzés. Most már rájöttem, hogy ismerem a refrént. Hallottam már a refrént. Ugye vonósok és zongora a domináns az egész dalban, illetve nagyon-nagyon énekcentrikus. Tehát ez nagyon fontos, hogy igazából ebben a dalban a legfontosabb dolog, legalábbis az én előadásomban és az eredeti verzióban az volt, hogy ezt el kell énekelni. Lehet, hogy lesz benne pár olyan meglepő rész, amit én mondjuk teljesen máshogy gondolok a fejembe. Lehet lesz benne rap is. Örülünk, Vincent? Szuper! Nem az a lány, Sophie, üres szívek. Nem lesz könnyű feladat, de szerintem... Izgalmas lesz. Izgalmas feladat. Azt tuti. Régóta üres ez a szív, de neked odaadom. Ebből ez az egész dal a családnak, a barátoknak és mindenkinek, mindenkihez szól, aki hozzánk ugye közel áll. Ez regi. Én már most hallom. Igazából ez az ilyen érzelmi túltengés, a barátság és a család közti az érzelmekről szól. Hát ez biztos, hogy jó sok szöveg van benne, úgyhogy talán a legnagyobb kihívás az majd az énekesünknek, a Rékának az lesz, hogy ezt a töménytelen mennyiségű szöveget ezt majd megtanulja. Nekem ez egy egyszerű dal, tehát hogy olyan szempontból, hogy maga a refrén sem egy nagy bonyolult dallamvezetéssel rendelkezik, illetve a verzék sem. Ez a hip-hopos vonal ez nagyon nem áll hozzánk közel, sok feldolgozást csináltunk, ez még ilyen stílusban még nem dolgoztunk, de ezért izgalmas. The Sharons Fekete Valcer. Valcer akkor lehet, hogy 3/4-es vagy 6/8-os lüktetésű dal. Nagyon érdekes szó, ez a fekete szó, ez tetszik, ez jó. Valahogy újra, valahogy mégis, egy keringőt járunk az éjben, felboldult szívvel, remegő kézzel öleljük át, mi megmaradt. Fekete Valcer című dalunk, már egy jó régi dal, már kb. 10 éve írtam. Egy szakítás dolgoz fel, tehát mondjuk egy ilyen klasszikus téma. Bejött, hogy 6/8-os lüktetésű, ezt ugye a valcerből gondoltam, és ez nagyon izgalmas lehet, ezzel el lehet játszadozni zeneileg, hogy nyúl az ember hozzá. Én egy nagy regi meg ska kedvelő vagyok, szóval, de az már tényleg nagyon extrém lenne, ha valamilyen stílusban. De jazzben nagyon jól lehet. Igen, képzelni. Igen. A nézők elfoglalták a helyüket, itt az idő, hogy fogadjuk a fellépőket is köreinkben. A zenekari felállásban egy igazán érzelmes dalt hallhatunk Nem az a lánytól. Néhány perc múlva
múlva kiderül, hogyan alakította át a fekete valcert Bari Laci! Nem az a lány dalával, pedig a The Sharons szerepel a színpadon. Sziasztok! Fanni, mióta ismered a srácokat? Mióta létezik a zenekari felállás? A zenekari felállás egyébként ezelőtti héten jött létre, de egyébként szeretnénk nagyba tolni, szóval előzenekarozni fogunk nyáron, de még csak most álltunk össze, szóval teljesen friss dolog vagyunk mi most jelenleg még. Hajrá, kíváncsian várjuk, hogy akkor köszönjük majd milyen szépen. Lesz így zenekarral egy koncertad. Réka, te a nagymamádat is bevontad az új szám elkészítésében. Mint tudod segíteni a nagyi? Hát a szöveget együtt elemeztük, és próbáltuk az én stílusomra formálni, hogy úgy mondjam, hogy teljesen át tudjam élni, és át tudjam úgy adni, ahogy azt mi szeretnénk. Úgyhogy ebben ő is segített nekem. Akkor a szövegértésből remélem jeles a nagyi is, meg akkor te is. Laci, sajnos nincs arra hely, hogy megmutasd a tánctudásodat, de azért egy keringő menne? Egy keringő menne, hogyha nem változtattuk volna meg az ütemmutatóját a dalnak. Úgyhogy picit átalakítottuk a mi zenei világunkra, úgyhogy nagy élmény volt a srácokkal megint csak együtt dolgozni. Réka, veletek indul a mai show, irány a színpad! Mi pedig megnézzük Dórival, hogy mi készült a próbateremben az elmúlt napokban. Ez a dal, számomra ez kész van, tényleg kész van? Azt mondhatjuk, igen, tehát és ami benne a meglepő egyébként, hogy kvázi már az első próbán, amikor ugye megtudtuk, hogy melyik dal lesz a befutó, amit mi is kapunk, azt mondhatom, az első próba végére összeállt. Réka, mennyire küzdöttél meg a szöveggel? Nagyon sok van. Hát elég, és küzdök a mai napig is. Ugye hát én nem tudok rappelni, és énekelve rappelni, az akkor még egy nagyobb kihívás, és ugye mi a srácokkal nem, hát egy dalunk van talán, amiben ennyire sok szöveg van, úgyhogy nekem ez eléggé kimozdulás volt a komfortzónámból. Én nem nagyon hallgatom a Nem az a lánynak a Faninak a dalait, úgyhogy nekem ez teljesen új volt. Próbáltuk mindenképpen seronzosan megfogni a dolgot, ugye vannak benne meglepő ritmusváltások, meg meglepő harmóniák, de beletettünk tényleg egy olyan kis ritmus csavart, meg meglepetés, nagyon szeretünk, ezt nem dövöm le, majd meghallgatják. Üres szívek, Nem az a lány és Sophie közös dalát ezúttal a The Sharons szólaltatja meg. Még a kezem, nekem ő nyújtja a támaszt. Millió kérdést a fáj a fejem, ő mindig tudja választ. És egy fekete felhő betakarja a fák lombjait. Lassan a gyerek felnő, a hátán viseli gondjait. Sokáig cipeltem én is a vállamból, feleslegesnek itt bőröndöket. Ott volt, hogy levegye mindent, mi fáj, és felsegített, hogy őre talpon legyen. Tudta, hogy káros az életvitel, amit élek, de nem rúgott ő is belém. Akkor jöttem rá, hogy sokatok között csak egy ember ad meg. Ha elesel, neki már rég nem számít, hogy mit is teszel, mi kivé leszel, megvéd, ha az ördög csábít. Segítek el, ha elesel, neki már rég nem számít, hogy mit is teszel, mi kivé leszel, megvéd, ha az ördög csábít. Régóta üres ez a szív, de
várni, árul, de mi a véleményed a The Sharons verziójáról? Zseniális volt, tényleg, gratulálok, nagyon tetszett. És hogy érzed, hogy Sophie-nak hogy tetszett volna? Jaj, hát szerintem ő itt táncolt volna már középen. Került egy szaxofon is ugye igen, ebbe a verzióba. Igen. Mit gondolsz, egy fúvost is beépítetek majd a dalba, hogyha játszátok esetleg a fesztiválokon, és áthangszerelitek a dalt? Hát fúvos nem hiszem. Nem azért, mert nem tetszik, csak hogy a stílusunk az nem áll annyira közel. Viszont így halva, ez szerintem nagyon-nagyon szép volt, és zsenik vagytok tényleg. Bővült a zenekarotok Marcival, a szaxofonosotokkal. Miért tartottátok fontosnak, hogy még egy hangszer bekerüljön a csapatba? A zenekarban már megfordult hegedű, brácsa, cselló. És akkor utána érkezett ugye Samu a billentyűvel, de valahogy jött az indítatás, meg az, hogy Réka ugyanúgy, mint Samut, felszedje egy nyaralás alkalmával Marcit, aki pedig beleugrott, fejest ugrott a zenekari dolgokba, úgyhogy most már nem ez az első fellépésünk, de szerintem abszolút nagyon jól működik a dolog. Fanni, eljött az idő, hogy megmutassátok, hogy ti mind dolgoztatok eddig. Mi pedig Dórival addig megnézzük, hogy hogyan jutottunk el a mai napig a munka során. Fanni, amikor először bejöttem ide a próbátokra, akkor azt mondtátok, hogy hát itt sehogy nem álltok. Nekem teljesen olyan, mintha teljesen kész lenne. Akkor ez rosszul hallottam? Ez aranyos. Hát igazából egy fél órája kezdtünk el próbálni, úgyhogy még nagyon ilyen félkész állapotban hallhattad az előbb. Őszinte leszek, nagyon kevés időm volt arra, hogy meghallgassam, általában inkább a kocsiba, és ott próbáltam énekelni, de én úgy gondolom, hogy egyébként tehát ahhoz képest, hogy csak párszor hallgattam meg, annyira jó a dallam vezetése, meg annyira jó a harmóniája ennek a dalnak, hogy amúgy a fülembe mászott, és dúdolgattam. Számomra egyébként bevallom őszintén nehéz, pedig én ritkán vallok be ilyesmit, hogy nekem valami nehéz. Mindenképpen szerettem volna élő zenekarral, illetve zenekarral, mert már most ez az irány, ez számomra nem idegen, tehát nyáron szeretnék élő zenekarral fellépni, ezáltal úgy gondoltam, hogy ez teljesen jó lesz kezdésnek. Lássuk és halljuk, hogyan szól Bari Laci Féltelek című száma Nem az a lánytól, akit most egy zenekar is kísér. Mert én látom rajtad, hogyha fázol, és nekem is fáj, hogyha sírsz. Lehet már nem vagyok ott veled, de meg kell végre. Thank you.
Laci, hogy érzed, hogy állt Fanninak ez a feldolgozás? Azt mondtam a srácoknak, hogy már annyi féleképpen játszok így a mindenfelé koncerteken, stúdióban, már annyi verzió volt, és ezt még nem hallottuk, ugye? Így még nem csináltam meg. Picit Louis Cole-os, picit nagyon, nagyon lüktetős, modern. A zenekar az elképesztő, csodálatosan énekelsz, úgyhogy úgy gondolom, hogy te is szerencsésnek mondhatod magad, hogy egy ilyen szuper zenekarod van, és ők is ugye egy ilyen szuper énekesek, úgyhogy gratulálok, köszönöm. Fanni, motivált vagy inkább stresszelt az a szituáció, hogy ott ül Laci és néz téged? Nagyon idegen volt nekem ez a dal, és nagyon szép. Tehát, hogy én nem szoktam ilyen szép dalokat, érzelmes dalokat írni. Szóval stresszelt, viszont hát kihoztam magamból, azt hiszem most jelenleg a maximumot. Laci, már csak benneteket nem hallottunk, irány a színpad. De előtte belesünk a próbaterembe, hogy megtudjuk, miként készült el a feldolgozás. Kicsit még fáj, de egy kicsit mégis olyan jó. Jól érzem azt, hogy meghallgattam kétszer-háromszor, hogy mindig egy picit másmilyen lett a dal? Igen, alapjáraton hála Istennek nagyon improvizatív zenészeim vannak és barátaim vannak, szóval hogy velük ezt meg lehet csinálni. Ez a feladat úgy gondolom, hogy nagyon nehéz volt, mert teljesen más világ, mint a alapjáraton a mi zenei világunk, így a srácok nevében is beszélhetek, úgy gondolom. Eleve a lüktetése, tehát ugye háromnegyed a dal. Végül is négynegyed lett belőle, mert úgy éreztem, hogy ebben a dalban a legfontosabb dolog az a tényleg a vibe és a dalnak a hangulata, nem feltétlen az, hogy most hol milyen akkord van, és hogy most mennyire lehet ezt szétharmonizálni, úgyis hozzá lehetett volna állni. De inkább azt akartuk, hogy egy ilyen új vibe-ot teremteni, mert hogy az eredeti az nagyon jó. Nem jobbat, hanem csak inkább valamilyen más vibe-ot teremteni, egy legalább annyira eredeti vibe-ot, mint amilyen az eredeti. Szóljon a fekete valcer, aki előadja, az pedig Bari Laci! Kicsit még fáj, de egy kicsit mégis oly jó, talán pont ez a benne a szép. Egy kidobott érzés, megint láncra fűzve tart, nem szabadul senki, aki én. Valahol újra, valahogy mégis keringünt járunk az ében, megfogott szívvel, remegő kézzel öleljük át. Ki megmarad, ernyed a test, a tombol a képzelet, mindenhol félkorú szívrablók járnak, s keresik azt, mely már rég nem az enyém. Haldokló lélekkel, míg várunk egy újabb csodát, angyalt ki megmenthet még, hazudni kell, s ezt tenni muszáj, mert enélkül nem megy végtelen az éj, átülés nem engedem. Valahol újra, valahol mégis, egy keringőt járunk az éjben, megborgott szívvel, remegő kézzel öleljük át. Azt, mely már rég nem az enyém. Oh,
egészen barilacis lett a dal, ti is így gondoljátok? Én imádtam ezt a szexi, füstös hatást, mert ugye ez egy nagyon vad nóta, vagy hát úgy vad, hogy az érzelmek, szóval amikor a videóklipet is forgattuk hozzá, akkor ezt szerettük volna, ezt az ilyen fűszerességét átadni, és ők tökéletesen hozták ezt. Én imádtam, és annyira fel akartam volna menni a színpadra, hogy ezt így veletek éljem, és köszi tényleg, mert én oda voltam érte. Amikor ott voltam nálatok a próbán, akkor elég sokat improztatok. Most mennyi impro volt? Volt-e mondjuk meglepetés neked, amit a fiúk a háttérben játszottak? Igen, nagyon sok minden volt. Úgy gondolom, hogy egy csomó dolgot megbeszéltünk, de annyira improvizatívra sikeredett, és annyira sokféleképpen el lehet játszani ezt az egyébként csodálatos dalt, hogy azért egy pár dolog volt, ami kivetni való, és más részek következtek, mint ahogy az meg volt beszélve, de hát ez mindenkivel megesik. Köszönjük Barry Lacinak és zenekarának a produkciót! A mai adás végéhez értünk. Velünk volt a Barry Laci és csapata. A The Sharons. Valamint Nem az a lány és zenekara. Jövő héten is várunk benneteket három újabb dallal, de addig is keressetek minket a Facebook oldalunkon, illetve a YouTube csatornánkon. Ha vissza lehet nézni a teljes adásokat, a YouTube Music applikációban pedig akár útközben is hallgathatjátok a számokat. Vasárnap este pedig füleljétek Kisbali Bence műsorát a Petőfi Rádióban, ahol újra elhangzanak majd az átdolgozott dalok, sőt a zenészeink eddig el nem árult kulisszatitokról is mesél a munkafolyamatok kapcsán. Sziasztok!